Sétány, közvilágítás, játszótér, partvédelem. Néhány elem abból a fejlesztési csomagból, mely a területfejlesztési operatív program finanszírozásából 140 millió forintból épült meg Bogyiszlón. Az eredeti tervek egy közel 500 milliós fejlesztést tartalmaztak, ám a lehetőségek ekkora beruházást engedtek megvalósítani, mondta Tóth István polgármester. Bogyiszlói holtág, amelyik ennek a településnek egy óriási kincs, azt ennek a turisztikai, idegenforgalmi jelentőségét megnöveljük, úgy, hogy olyan attrakciókat hozunk, amelyekre valóságos szükség mutatkozik, és hát a holtágba pedig olyan beavatkozásokat tegyünk, amely az életét egy ilyen holtágnak meg tudja hosszabbítani. Ez a beruházás jó példája a TOP alapelképzelésének, mondta Fehérvári Tamás, a Tornamegyei Közgyűlés elnöke, hiszen az itt élők életminőségének javítását eredményezheti. A területi operatív programnak az volt a célja, hogy Magyarországon, a magyar vidéken, a magyar településeken olyan fejlesztéseket hozzon létre ez az Európai Uniós forrás, amely az itt élőknek lehetőséget biztosít, az ide látogatóknak élményeket ad, és a jövőt megpróbálja segíteni, ha nem is biztosítani, de segíteni. Azt gondolom, hogy ez itt teljesen kézenfekvő, és teljesen egyértelműen erről szól ez az itteni beruházás. Horváth István országgyűlési képviselő többek között arról is szólt, a térség holtágainak fejlesztése elsősorban a kotrása, mint meghatározó feladat, átfogó térségfejlesztési tervet kíván. Épp múlt héten ültem le a térség településeivel, a Tolna, Fad, Fácánkert, Bogyiszló, mik a holtágok szempontjából ugye Tolna, Fad és Bogyiszló települések érintettek, és most készítünk egy olyan közös munkaanyagot, ami a természetvédőket bevonva, a környezetpolitikát bevonva, ugye jelen pillanatban most egy aktuális sláger a politikában a zöld programok és a természetvédelem. Én azt gondolom, hogy erre mi egy jó programot tudunk összerakni. A most átadott fejlesztések használati és működtetési jogát az önkormányzat átadja a helyi horgász egyesületnek, erősítve ezzel a civil szféra szerepét Bogyiszló mindennapjában.